Kegyességgel hívsz, ó Jézus, a te áldott szívedre. Hozzád megyünk mindahányan, kik meg vagyunk terhelve. Kihez mennék, Uram Jézus, te vagy útunk, élhetünk. Benned hiszünk és remélünk, kérünk mindig, légy velünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, a mai szentmisében egyéni szándékaink mellett imádkozunk el, hogy Péter, András és Veronika testvéreinkért. Szentmise kezdetén megállunk a Jóisten színe előtt, kérve bűneink bocsánatát. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz nékünk! Uram, irgalmazz nékünk! Uram, irgalmazz nékünk! Krisztus, kegyelmezz nékünk! Krisztus, kegyelmezz nékünk! Krisztus, kegyelmezz nékünk! Uram, irgalmazz nékünk! Uram, irgalmazz nékünk! Uram, irgalmazz nékünk! Könyörögjünk! Istenünk, te megmutatod igazságot, fényít a tévejgőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izajás proféta könyvéből. Abban az időben Ezekiás halálos megbetegedett. Elment hozzá Ámosz fia, Izajás proféta, és azt mondta neki: ezt üzeni az Úr, rendezd el ügyeidet, mert meghalsz, nem élhetsz tovább. Ezekiás a fal felé fordult, és így imádkozott: hűséges szívvel jártam színed előtt, emlékezzél, Uram! Azt cselekedtem, ami jó, és tetszésed szerint való. Ezek után Ezekiás keserves sírásra fakadt. Izajásnak akkor ezt mondta az Úr: indulj Ezekiáshoz, és mondd meg neki, ezt üzeni az Úr, Dávidnak, ősatyádnak Istene. Meghallgattam imádságodat, láttam könnyeidet, íme megtoldom napjaidat 15 évvel. Asszíria királyának kezéből megmentelek téged és ezt a várost, és megoltalmazom ezt a várost. Akkor meghagyta Izajás, hogy hozzanak egy csomó préselt fügét, tegyék rá a daganatra, és akkor életben marad. Ezekiás király megkérdezte:
Mi lesz a jele, hogy az Úr házába fel tudok menni? Izaiás proféta így válaszolt. Ez lesz számodra a jel az Úrtól, hogy teljesíti az Úr az igét, amelyet mondott. Visszatérítem az árnyékot 10 fokkal Ákáz napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. És visszatért a napórán az árnyék 10 fokkal azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. Ez az Isten igéje. Istennek. Te, Uram, lelkemet megmentetted, hogy el ne vesszem. Te, Uram, lelkemet megmentetted, hogy el ne vesszem. Így szóltam már életem napjai közepén, indulnom kell az alvilág kapui felé. És egyre azt kutattam, mennyi van még hátra életemből. Te, Uram, lelkemet megmentetted, hogy el ne vesszem. Azt mondtam, nem látom meg az Urat az élők földjén, és nem látok többi embert a föld lakói közül. Sátramot lebontják, és elveszik tőlem, mint ahogy a pásztorok lebontják sátrukat. Te, Uram, lelkemet megmentetted, hogy el ne vesszem. Életem fonalát, mint a takács vágta volna el, alig kezdődött szövése már is megszakadt. Reggeltől végzel velem. Te, Uram, lelkemet megmentetted, hogy el ne vesszem. Uram, érted élek, és a szívem benned bízik. Gyógyítsd meg az én lelkemet, és kegyelmeddel éltess engem. Te, Uram, lelkemet megmentetted, hogy el ne vesszem. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Jézus mondja, juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők a nyomomban járnak. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Húsvétáján az egyik szombaton Jézus vetése között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat és eszegették. Ennek látára a farizeusok megjegyezték. Nézd, tanítványaid olyat tesznek, amit szombaton tilos cselekedni. Jézus erre megkérdezte. Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyereket, amelyeket sem neki, sem a kísérletének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak?
Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül, hogy vétkeznének? Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, akkor sohasem ítéltétek volna el az ártatlanokat, mert az emberfia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Elég furcsa helyzetet tár szemeink elé a mai evangélium. A farizeusok figyelmeztetik az Úr Jézust, hogy a tanítványok nem tartják be a szombatot, mivel kalászokat tépdesnek és azokat eszegetik. Azért olyan furcsa számomra ez a helyzet, ha jobban belé gondolok, mivel tulajdonképpen a farizeusok kioktatják az Urat, hogy hogyan is kell megtartani az Úr napját. Erre az Úr Jézus megkérdezi tőlük, nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? És mit tett Dávid? Elmondja az evangélium, de pontosabban a történet arról szól, hogy Dávid és társai megéheztek, bementek a templomba, és megkérték Ahimelek papot, megkérdezték, hogy szabad-e megegyék azt a 12 kitett kenyeret, mert éhesek. És megették, bár nem lett volna szabad nekik. És feltéve ezt a kérdést, elég kényes helyzetbe hozta a farizeusokat az Úr Jézus. Mert ha azt felelik, hogy nem olvasták, akkor azt jelenti, hogy nem ismerik a Szentírást. És akkor milyen alapon magyarázzák a Szentírást, milyen alapon kérik számon másokon. Ha meg olvasták, és ismerik a történetet, akkor képmutatók. Mert Dávid király sokkal nagyobb törvényszegést cselekedett, mint amit ők gondolják, vagy mondják a tanítványokra. És még felteszek kérdést az Úr Jézus, nem olvastátok a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül, hogy vétkezzenek? Ezáltal arra emlékeztette a farizeusokat, hogy a papok olyan munkát végeznek a templomban szombaton, amely, ha ott végzik el, nem számít véteknek. Ha a templomon kívül végzik, annak számít. Mint például tüzet raknak, állatokat vágnak le, és ehhez hasonlókat. És a konklúzió az, ha a templom olyan fontos hely, hogy aki ott tevékenykedik, mentesül a törvény megtartásából, megtartása alól, akkor az, amit ő és tanítványai tesznek, az még fontosabb ennél. Mivel a templomnál is nagyobb van itt, mondja az Úr Jézus a farizeusoknál. De a kérdés az, hogy mi köze mindezekhez, a mi életünkhöz, a mi helyzetünkhöz. Elgondolkodtam, hogy mi is hasonló helyzetben vagyunk, mint a farizeusok. Ha úgy kérjük számon másokon azt, hogy miért nem járnak templomba vasárnap, hogy közben megfeledkezünk arról, hogy mi is a templomba járásnak a lényege. A templomba járásnak a lényege az, hogy más emberekkel közösségben dicsőítő és hála áldozatot mutatunk be az Úrnak. Megszenteljük közösen az Úr napját. És nekünk sem állt azt felismerni, hogy a templomnál is nagyobb valaki van itt. Vagyis a mi vallásos cselekedeteink is képmutatók és üresek, ha csak pusztán hagyományból tesszük. És ha nem azért cselekedjük, mert keressük az élő Istennel való kapcsolatot. Irgalmas Istenünk, könyörülj rajtunk! Imádkozzunk testvérek Jézus Krisztushoz, aki engedelmes volt a kereszt halálig. Taníts meg a hívő embereket, hogy keresztjüket a te keresztet gyanánt fogadják el. Ajándékozz minden népnek jólétet és békét.
Segíts mindazokat, akik szükségükből nem találnak kiutat. Add nekünk a kegyelmet, hogy álhatatosan kövessünk téged. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vezesd magadhoz elhűnt András és Veronika testvéreinket örök világosságodba, amelyben lakozol. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mert kereszted által váltottad meg a világot, hála és dicsőség illesen téged, mindörökkön örökké. Kenyeret, sport ajánlunk fel, amit magad rendeltél. A ma végső vacsorát áldozatba szenteltél. Áradjon ránk, kegyes Jézus, a megváltás érdemel, és e szentség erejével életünket töltse be. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatod, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Istenünk, fogad szívesen könyörgő egyházad áldozati adományait, és add, hogy életünk megszentelésére részesedjünk belőlük, Krisztus, ami Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkedtel. Emeljük föl szívünket, felemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A te boldogságod teljes a mi dicséretünk nélkül is, mégis megadott, hogy jóságodért hálát adjunk. A mi magasztalásunk nem tesz nagyobbá téged, nekünk azonban üdvösségünkre válik Krisztus, ami Urunk által. És ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged is újongva zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség, Ura Istenem. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet, Hosanna magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, Hosanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt. Áraszd el a szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és víre legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.
Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem érsz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, a kegyesen békét napjainkban, irgalmadból, mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Kiélsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr béké legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Isten báránya, vedd a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élet. Krisztus test és vére őrizzen az örök életre. Krisztus testem.
Előtted Jézusom leborulok, végtelen bűnös én hozzád bújok. Ó, kérlek, hogy nekem halasztot adj, és te a bűnöshöz irgalmas vagy. Szép piros méröttel öntözkedtél, amikor elestem, fölemeltél. Légy azért irgalmas és meghallgass, mennyei erőttel, ó támogass. Te hozzád Jézusom felkiáltok, földről az ég felé felsóhajtok. Szívemnek kapuját zárd be, kérlek, hogy helyet ne adjon a véteknek. Könyörögjünk! Részesültünk ajándékaidban, Istenünk! Kérve kérjük, hogy valahányszor bemutatjuk ezt az áldozatot, növekedjék bennünk üdvösségszerző kegyelmed, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát. És ő méhében üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Mária, Istennek szentelünk, imádkozzál érettünk bűnösségért, most is halálunk óráján. Íme az Úr szolgáló leánya. Legyen népém a te ígéd. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. És az ige testélet. És mi köztünk alakozik. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltatul essünk a Krisztus ígéreteiről. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenete által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzunk el, mint testvéreinkért, minden hívők teremtő és megváltó Istene, engedd el szolgáid lelkének minden bűnét, hogy bocsánatodat, amelyet mindenkor óhajtott a könyörgésünkre megnyerjék, kiélsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik. És az örök jálosság fényes kegyéknek. Nyugodjanak békességben. Az Úr Jézus nevében. Istenünk, te Áron püspököd, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözöttöknek védelmezője,
és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Az Úr Istent magasztalom, jó voltáról gondolkodom, irgalmához folyamodom, mert meghallgat, azt jól tudom. Csodálatos tetteiről, szabadító erejéről, emlékezem jó voltáról, bizodalmat veszek abból. Mert ő erős hatalommal, dicsőséges szent jobbjával, az ő népét megmentette, fogságából kivezette. Úgy vezette szent egyházát, mint jó pásztor kedves nyáját. Ételéről gondoskodott, utat neki ő mutatott. Hálát adjunk az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy fölségének, egy mi voltó Istenségnek. Amen.